Akár 7-8 mutáns törzse is lehet a koronavírusnak, tudtuk meg az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Ceciliától. A tisztifőorvos azt is elmondta, hogy a mutálódás megváltoztatja a vírus tulajdonságait, ami a vakcinák hatásosságát is befolyásolhatja. Eddig 5 féle oltóanyag kapta meg a gyógyszerhatóság engedélyét Magyarországon. Várhatóan holnap érkezik meg az első kínai vakcinaszállítmány is hazánkba. György István, az oltási munkacsoport vezetője arról számolt be, hogy a magyar lakosság 4,7%-a rendelkezik mindkét oltással. Jelenleg az oltási rend 4. szakaszában tartunk, hangsúlyozta György István. Ennek részeként múlt hét csütörtökön kezdték el a háziorvosok az AstraZeneca vakcinával a 60 év alattiak oltását. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a médiában zajló híresztelések ellenére természetesen a regisztrált, krónikus betegek továbbra is folyamatosan megkapják a védőoltást. Itt szeretnék eloszlatni néhány álhírt. Szó sincs arról, hogy kimaradnának a 60 és 70 év közöttiek az oltásból. Egyszerűen arról van szó, hogy amellett, hogy oltjuk a legidősebbeket, a 80 év fölöttieket, meg kellett nyitni egy másik korosztályban lévő célcsoportot is, hiszen a megérkezett Magyarországra az AstraZeneca vakcina, amelynek alkalmazási előírata egyelőre a 60 év alattiak oltását teszi lehetővé. Az oltási munkacsoport vezetője arra kéri az időseket, hogy a kórházi oltópontos oltásokra pontosan a megadott időpontra érkezzenek. Ez azért fontos, hogy minél kevesebb személy legyen egyszerre a várótermekben. Arra is kitért egy szintén nagy politikai vihart kavaró ügy kapcsán, hogy a házi orvosokhoz érkező oltóanyagokat csak kivételes esetben szállítják ki a szakemberekhez. Hadd térjek ki Hadházi Ákos legújabb akciójára, amikor is úgy fogalmazott, hogy felháborító, hogy a háziorvosoknak kell a vakcinákért bemenni a kormányhivatalhoz. Szeretném mondani, hogy ez az általános gyakorlat, az influenza oltásokat és a járási hivatalok osztották szét. Az az általános gyakorlat tehát, hogy az orvosoknak kell a járási hivatalok népegészségügyi osztályaitól az oltóanyagokat átvenni. A járványadatok továbbra is romlanak. Az elmúlt héten 23%-kal nőtt a fertőzöttek száma országunkban. Müller Cecília ismertette, hogy tegnap óta 1337 fővel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 46 beteg. A megbetegedések számának emelkedését valószínűleg az okozza, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan mutálódik. A brit mutást vizsgálják a legtöbben a világban. Tudjuk azt, hogy Magyarországon is 69 esetben azonosítottuk már ezt a törzset, és 35 további vizsgálat van jelenleg is vizsgálat alatt a laboratóriumban, a Nemzeti Népegészségügyi Központban. Ennek az eredménye nagy valószínűséggel ma holnap kiderül. Ezen a héten 102.960 adag Pfizer, 50.000 Sputnik V és 550.000 Sinopharm vakcina érkezését várják az országba.